Hello everybody, én Sziki vagyok. Az IGN Hungary a tegnapi napon egy top 100-as listát rakott ki az évezred legjobb filmjeiből. Erre reagálva én most 10 filmet fogok bemutatni, aminek mindenképp ezen a listán rajta kellett volna, hogy legyen. Top 10 legjobb film, ami kimaradt a 100-as listából. Szevasztok! Get Out. A Tünnyel olyan műfaji bravúr a horror zsáneren belül, ami egy eredeti és átgondolt történetet foglal össze. A végén egy hatalmas csattanóval, mindenkinek csak ajánlani tudom. A Hullám egy valós eseményeken alapuló német dráma, ami arról szól, hogy egy tanár beszeretné mutatni a diákjainak, hogy hogyan működik egy önkényuralmi rendszer. Széttörve, M. Night Shyamalan triológiájának szerintem legerősebb darabja. A történet alapja annyi, hogy a főszereplő három lányt elrabol, idővel azonban kiderül, hogy az emberrablónak többszörös személyiséghasadása van. Egy csodálatos elme. A film John Nash matematikus életrajzát dolgozza fel. A Gettó milliómos Danny Boyle egyik legsikeresebb filmje, a történet hátterében egy szegény családból származó fiatal fiú áll, aki elmegy a Legyen ön is milliómosba játszani. A Tégla az egyetlen remake ezen a listán. Az eredeti hongkongi film címe szigorúan piszkos ügye. A Spotlight egy izgalmas krimi az újságírói oknyomozásról. Snowpiercer, a túlélő fiadala, a harmadik évezred talán legerősebb skifije. Az eredeti pszichófilmmel szemben, az amerikai pszichóban valódi pszichózissal szemben találjuk magunkat. Elvetemült, gonosz film, Christian Bale remek játékával. Parfüm egy gyilkos története. Egy kosztumös műremek, igazából vétségnek éreznék bármi spoilerezni róla. Ezt a filmet egyszer látnia kell mindenkinek. Amennyiben tetszett a videó, iratkozz fel. Köszi szépen!